Marinovics Endre, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgató helyettese először diákként találkozott a történelem tanár Antallal, később kabinetfőnöke lett. Olyan időszakban töltötte be ezt a pozíciót, amikor még senki sem tudta, mit is jelent. Eleinte neki is csak sejtései voltak, de hamar kiderült, Antall jobb kezének és gyakorlatias megoldó emberének kellett lennie. Nem volt ritka a napi 16-18 óra munka sem, de ezt nem érezte tehernek, mivel feltétlen híve volt Magyarország első demokratikusan megválasztott miniszterelnökének. Ő mesél életéről az arcvonások rendszerváltoztatásról szóló sorozatában. A mikrofonnál Marton Adrien. Csak nem pont 75 évvel ezelőtt születtem, tehát a második világháború zajai benne vannak a gyerekéveimben. Szüleim középosztálybéli tisztviselő családból származnak, apai ágon. Többszörös felmenői, mind állami tisztviselők voltak különböző állami hivatalokban. Édesapám jogász végzettséggel tűzoltó tiszt lett, és ezt a hivatását 1951-ig tölthette be, ugyanis akkor úgy döntöttek az osztályharc következtében, hogy aki a háború előtt tiszti beosztást töltött el ennél a testületnél, az nem maradhat, mert ugye, hogy kicsit viccesen fogalmazott valaki utólag, balról másképpen kell oltani a tüzet, mint ahogy jobbról. Tehát mindenképpen őt eltávolították, akkor úgy döntött, hogy nem próbál különböző szellemi segédmunkákkal foglalkozni, felhasználta hivatásos gépkocsi vezető jogosítványát és autóbusz sofőr lett. Először távolsági járatokon, azután a budapesti közlekedésben, de közben volt még egy olyan intermezzo, ami mindenképpen meghatározza a gyerekkort. 1953-ban Sztálin halála után igen éberen figyelték azt különböző helyeken, hogy valaki tiszteletlenül nyilatkozik-e vagy sem, vagy bármi módon hát úgy gondolja, hogy a nagyvezér halála az változásokat hozhat. Őt is egy feljelentés alapján letartóztatták, mondván, hogy tiszteletlenül nyilatkozott Sztálin haláláról. Két hónapig pontosan a család semmit nem tudott róla, majd kiderült, hogy politikai izgatás címen 5,5 év börtönre ítélték, amiből 2 év 3 hónapot ki is töltött. Várpalotán dolgozott rabmunkán szénbányában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy 13 éves gyerek számára eléggé meghatározó. De amíg egyfelől mondjuk a közügyek, a közszolgálat iránti érdeklődése, mert a apai részről kaptam, anyai részről némi érzéket ahhoz, hogy különböző dolgokat megfogalmazzak, a szavakat azokat ne csak elmondjam, hanem írásba is foglaljam. 3 könyvem is megjelent. Iskolái közül a budapesti Eötvös József Gimnázium volt meghatározó. Második osztályos korunkban új történelem tanárt kaptunk, akit Antall Józsefnek hívták. Rendkívül nagy, erős benyomásokat keltett ránk, hiszen életkorban mindössze 8 évvel volt idősebb, mint diákjai, és az akkori tanári kor összetétel az inkább azt jelentette, hogy bizony 20-30 évvel idősebb hölgyekkel vagy urakkal tanultunk. Egyébként rendkívül tiszteletre méltóan foglalkoztak velünk, de hát egy kamasz fiú számára egy fiatal férfi mégis más, és ezt ő nagyon jól használta. Hogy tanította ő a történelmet? Kiválóan tanította a történelmet. Azért mondom, hogy kiválóan, mert nagyon gyakran tettük félre a tankönyvet, és nagyon gyakran az ő szabad előadásaiból tanultuk meg a többletismereteket, ami megítélésem szerint ugyancsak későbbiekben meghatározó. Tőle hallottunk először olyat, hogy Churchillnek mi a politikai felfogása a II. Világháborúról. Tőle hallottunk először arról, hogy Európa országai közelednek egymáshoz. Nem beszélve arról, hogy a magyar történelemnek is voltak olyan nevezetességei, amivel valamilyen oknál fogva a hivatalos tankönyvben rögzített történelem írás elfeledkezett. Például a nevezetes ugye 1335-ös visegrádi találkozó, ahol a magyar, a lengyel és a cseh király szövetkeztek egymással, és ennek pontosan 666 évvel későbbi változatát azután Antall József is kezdeményezte, és ez lett hát a második visegrádi együttműködés, amiből manapság V4 meg egyéb címeken elég sokat is hallunk.
diákkal. Mi történt 1956-ban? 1956. október 6-a az első esemény, amit szeretnék megemlíteni. A Batthyány Jövök Mécsesnél tüntettünk. Antal József vezetésével ment a diákcsoportunk. Ez a nap arról is nevezetes, hogy aznap volt Rajk Lászlónak, a kivégzett belügyminiszternek, belügy és külügyminiszternek az újévi temetése, és a hozzánk csatlakozott számos olyan fiatal, akik a temetésről jöttek, végigjárták Budapesten, jártak a Sztálin szobornál, az akkori jugoszláv követség üldésében kívül lelkesítő dolog volt. Október 23-ának a nevezetes eseménye pedig az, hogy az egy normál tanítási napnak indult, kedde volt, arra is pontosan emlékszem, és osztálytársaink egyike azzal az élménnyel jött be reggel, hogy képzeljétek, tegnap a bátyám, aki a műegyetemre jár, egy nagy diákgyűlésen volt, és ezeket meg ezeket határozták el. Nem is volt minden pontosan számunkra érthető, hogy úgy tárgyalják újra a kereskedelmi szerződéseket, stb. De egy mindenképpen, hogy a Kossuth címet kívánják vissza. Akkor tehát az volt a szokás, hogy a iskolai osztályoknak a falán az úgynevezett Rákosi címer, a népköztársasági címer, ugye ez a csillagos, sarlós, kalapácsos címer volt kifüggesztve. És akkor hát az úgynevezett nagyszünetben gondoltunk egy merészet és nagyot, vettük együttesen ezt a címert a falról, megfordítottuk, és a hátuljára, hogy ez egy barna csomagoló papír hátulja volt, emlékezetből összeadott színes ceruzák segítségével egyik jól rajzoló osztálytársunk fölrajzolta a Kossuth címert, és megfordítva ismét visszatettük a falra. A következő óra történelem volt, bejött Antal, és hát szokása szerint elkezdett mesélni, hogy mi történt tegnap, és amikor ahhoz a sorhoz jutott, vagy ahhoz a tételhez jutott, hogy a diákság kívánja a Rákosi címer megszüntetését, és a Kossuth címer ismétett bevezetését, akkor nem történt más, mint hogy a falra mutattunk, és teljesen megdöbbent, hogy ezt már mi így elintéztük. És az érdekesség a dolognak az, hogy erre az emlékére többször visszatért még miniszterelnöksége idején is. Utána a délutánt is hosszú órákon keresztül együtt töltöttük, együtt jártuk végig ezt a hagyományos útvonalat, tehát a Kossuth-Lajos utcából indulva, majd az akkor Tanácskörútnak nevezett Károly körúton, Bajcsi Zsilinszky úton, Margit hídon keresztül a Bem szoborhoz, a Bem szobortól visszafelé a Fő utcán keresztül az akkor még létező Kossuth hídon át a parlamenthez, majd miután ott nem nagyon láttunk semmit, mert túl sokan voltak már, azt mondták, hogy menjünk a rádióhoz. Tulajdonképpen a rádió ostromának kezdeténél is együtt volt néhány ötös diák, és velünk volt Antal József, majd amikor az első lövések eldördültek, akkor szétszorodtunk. Későbbi napokban is tartottuk a kedvenc tanárunkkal a kapcsolatot, aki néhány nappal később a gimnázium forradalmi bizotmányának, ugye hangsúlyozták, hogy ez bizotmány és nem bizottság, mert a 1848-as hagyományokra építettek, ennek lett az elnöke, és hát a történelmi eseményeket, ugye a szép 10 napot és az utána a következő megtorlás nyilván nem kell most megismételni. Tény, hogy ez a korosztályom minden tagja számára olyan meghatározó élmény, hogy csak örülhetünk, hogy ennek részese voltunk. Ami folyomány még, ugye 57 tavaszán visszaállt minden, ami korábban, tehát október időszakában megszüntettek, ugye rövid ideig még az orosz nyelv sem volt kötelező, de azután ismét visszatették az orosz nyelv oktatását a kötelező tananyagban. Elkezdődött az iskolán belül is a politikai élet, a KISZ-nek a szervezése, és egyik hát nap azt vettük észre, hogy Antal nem jön órát tartani, mint kiderült utólag, ugye őrizetbe vették március 15-e előtt, és néhány napig fogva tartották. Ő akkor erről egy szót sem szólt, hanem amikor elengedték, és hát azt közölték vele, hogy nem ebben az iskolában, ez volt az első lépés, hanem a Toldi gimnáziumban folytathatja tanári pályafutását, akkor mindössze annyit tett, hogy elegáns mozdulata a táblához lépett, és fölírta franciául ezt a híves mondását Talleyrandnak, hogy
a politikában és a szerelemben nincs mindig és nincs soha. Ezután feleltetés, új anyag leadása, becsukta az osztálykönyvet, elment, és hát tanárként többet nem találkoztunk vele, de hát a kapcsolat megmaradt a későbbiek folyamán is. Mi történt ezután? Milyen pályát választottam? Hogy én személyesen milyen pályát választottam magamnak, szerettem volna bölcsész lenni, bölcsészkarra jelentkeztem, az akkori kút szerint hely hiány miatt utasítottak el, de hát akik megpróbálták ennek a magyarázatát adni, azt jelezték, hogy hát bizony-bizony itt inkább arról van szó, hogy nem szívesen vesznek, még ha jól is sikerült a felvételi vizsga, középosztály béli származásúakat, főként olyanokat, akkor még az apa börtönviselt politikai okokból bölcsész karra fel. Akkor hát egy évig dolgoztam, és a családi hagyományokat követve én is gépkocsi vezető lettem, úgyhogy nem autóbusz, hanem tehergépkocsit vezettem, és Antal József tanácsára a következő évben már nem az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészeti karára, hanem az akkor ugye Marx Károlynak nevezett közgazdaságtudományegyetemre jelentkeztem, ahova felvettek. Így lettem közgazdász, elvégeztem az egyetemet, diplomát szereztem, doktoráltam, tudományos fokozatot szereztem, és elkezdtem dolgozni. Mindeközben továbbra is megmaradt a jó viszony Antal Józseffel. Gyakran találkoztak és beszélgettek a világban tapasztalható, vagy éppen remélt változásokról. Egyszer volt egy nagyon érdekes megérzésedet valamikor a 60-as évek második felébe volt el, igazán még nagyon messze a rendszerváltoztatástól, hogy hát azért nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a helyeteken legyetek, mert majd egyszer eljön az az idő, amikor szükség lesz kellő ismeretekkel rendelkező nyelveket beszélő emberek, akik külföldön is meg tudják állni a helyüket. Körülbelül ez volt egy számomra akkor egészen furcsának tűnő iványmutatás, aztán ugyan is felejtettem, mert hát ugye hosszú ideig mindez egyáltalán nem volt aktuális. Magam részéről tulajdonképpen a politikai életnek ezekbe a rezdüléseibe igazság szerint csak akkor kapcsolódhattam be, amikor Antal József miniszterelnökké vált. Éltem a magam hivatalnoki életét, számos közéleti funkciót vállalva. Valahogy ez a közéleti érdeklődés, ez mindig, és hogy mondani szokták általában, nem lukratív jellegű, nem anyagi hasznot hozó közéleti érdeklődés, bennem volt szervezés és vezetési tudományos társaság nevezetű csapatban, ahol hát marketing kommunikációval először mi foglalkoztunk, azután a sport területén, ahol vitorlázásban, vízisportoknál sportvezető lettem, versenybíró. Tehát számos ilyen elfoglaltságom volt, amellett, hogy értem szerint a hivatalnoki munka az azért csak-csak igénybe vette a napi 8 óráját az embernek. Szerettem tudni, hogy mi történik a világban, mi történik Magyarországon, és amikor ez különösen érdekessé vált, ugye 1989-90-ben, akkor pedig hát sokkal intenzívebben kezdett foglalkoztatni, mint korábban. Hogy kereste meg Antal József? Minden alkalommal, amikor hát ő nevezetes tisztségeket kapott, amikor megválasztották a Magyar Demokrata Fórum elnökének, amikor miniszterelnök jelölt lett, akkor hát külföldön élve, ugye én hivatalos magyar kiküldött voltam, kereskedelmi titkárként dolgoztam Athénben az ottani kereskedelmi kivendeltségen, küldtem egy gratuláló levelet, amire elfogadtsága szerint vagy tudott válaszolni, vagy nem, de ez nem is volt fontos ügy. 1990-ben voltam először úgy szabadságon itthon, hogy szerettem volna vele kapcsolatba lépni, személyesen is. Szóba került több különböző közös ismerősnél, akivel időközben találkoztam, de hát iszonyatos elfoglaltsága mellett ez nem jött össze. Viszont 1991-ben a szokásos 4 éves kiküldetés a végéhez közeledett. Ezért, amikor legközelebb ismét itthon voltam, karácsonykor, 90 karácsonyán, ő hát már több mint fél éve miniszterelnök volt, akkor ismét jelentkeztem, és akkor hát azt írta, tudod, meg is találtam az iratokat, hogy akarok vele személyesen beszélni, ráírta. Nem jött össze a személyes beszélgetés, telefonon beszéltünk,
és hát akkor azt mondja, jó, jó, hát én nagyon szívesen dolgoznék veled együtt, minden esetre küldj egy életrajzot, de a kísérő levelet úgy címezt, hogy kedves Jóska, mert különben esetleg nem adják be nekem, de ha ez így szól, akkor nem merjük megtenni, hogy ez ne jusson el hozzám. Ez megtörtént, szóba jöttek esetleges diplomáciai megbízatások, már csak azért is, mert külföldön voltam, de ezek inkább csak ilyen kezdeményezések voltak, emiatt a külügyminiszterrel is kapcsolatba kellett lépnem, de a végső dolog az volt, hogy 1991 egyik szép tavaszi napján kaptam egy telefont, miszerint hát a miniszterelnök akar velem beszélni, és akkor kaptam egy ilyen felkérést, mondta, hogy ne adjak azonnal választ, gondolkodási időt jelzett, hogy majd ismét jelentkezik, és hát ez indította meg a folyamatot. Így jöttem először haza egy előzetes megbeszélésre 1991. május 1-én, és akkor miután a személyes beszélgetésben hát meggyőződött róla, hogy alkalmasnak talál erre a tisztségre, hát felkért rá, hogy legyek a kabinet főnöke. Nyilván megtiszteltetésnek vettem, hogy Antal József mellett dolgozhat, de hogy nem gondolta arra, hogy esetleg az a korábban szóba jött diplomáciai feladat valamiféle kiküldetés nem lenne testhez álló? Hát biztos, hogy kényelmesebb lett volna, egy percig sem vitás. Még most is mondhatnám, hogy elegánsabb lett volna. Önállóbb feladatot jelenthetett volna egy felajánlott nagyköveti tisztség, mert hát az ember akkor saját maga szervezte meg az életét, és nem a külső körülményekhez kellett megfelelően igazodni, de éreztem, hogy ez sokkal több. Éreztem, hogy ez sokkal több, mert még a felkérésben is körülbelül ilyesmi szerepelt a szóbeli felkérésben, hogy az biztos, hogy hát nagyon sokat kell dolgozni, de már megnézni, hogy működik egy ország. Kerestek is, ahogy én tudom, ezt is utólag tudtam elkonstruálni, erre a tisztségre valakit, és hát különböző külföldi hasonló intézményeket tanulmányozva, mondtam, a német kancellárnak a kabinetirodáját, még az amerikai elnöknél és a chief of staff munkáját megnézve, vagy készítettek egy tanulmányt, és hát egy robotképet rajzoltak fel arra, hogy milyen legyen ez az úgynevezett kabinetfőnök, és hát ebbe többé-kevésbé szerepeltek olyan paraméterek, hogy hát jó, legyen túl fiatal, legyen középkorú, legyen mindenképpen közigazgatási ismerete, legyen megfelelő gyakorlata, lehetőleg közhivataloknál, minisztériumban mindenképpen külföldi gyakorlata és beszéljen nyelveket. Körülbelül ez volt a kívánság, és hát ezeknek éppen akkor megfeleltem. Kabinetfőnökként mi volt a legnehezebb feladat? Sok nehéz feladat volt. Talán a legnehezebb megértetni sokakkal azt, hogy másfajta munkastílust kell most követnünk, és azért mondom, hogy követnünk, hiszen én is évtizedek óta ugye hát állami tisztviselő voltam, mint korábban. Hadd mondjak el egy példát. Elkészült például egy beszédtervezet a miniszterelnök számára, amit egy német külföldi útja során el kellett volna mondania a német iparkamarának, gazdasági kamarának az értekezet. Egy fontos, főként gazdasági jellegű, de alapvetően ugye politikai indítatású beszéd volt, és megkaptuk a szövegtervezetet, több minisztérium szakértője dolgozta össze, és hát amikor kézbe vettük, először megnéztem, bemutattam, ez olyan, mintha egy kelet-német pártitkár mondaná el valahol, mondjuk a Lipcsei Pártbizottságnak a ülésén, én ezt nem vagyok hajlandó elmondani, csináljatok egy másikat. Na most akkor már arra nincs idő, hogy ismét sok-sok szakértő egyebekkel, hanem akkor meg kell próbálni valóban a főnök szája íze szerint egy egész másikat tenni. És itt nem csak a fogalmakkal volt baj, hanem mondani való alapjában véve ezt kellett átstruktúrálni, és ezen kívül még egy tisztességes nyelvi formulát is adni, mert bármilyen furcsa, Kelet-Németországban más nyelvet beszéltek, mint a nagy német államban, úgyhogy ennek még a fordításáról is gondoskodni kellett az utolsó pillanatban, de hát sikerült megoldani valahogy olyan módon, ahogy emlékszem rá,
hogy este kiküldtük, és miközben a delegáció még a repülőgépen ült, akkor a németországi, tehát a bondi nagykövetségünk emberei anyanyelvi lektorok segítségével hát készítettek egy megfelelő szöveget. Tehát ez csak egy a... Ön egyfajta ilyen megoldó ember volt akkor, ha jól lettem. Sok szempontból volt olyan, hogy itt a feladat, old meg. Sok szempontból az ütköző szerep is. Az is, hogy lehetőség szerint takarékoskodni a miniszterelnöknek az idejével, mert aztán mindannyian tudjuk, hogy amit valaki másfél órán keresztül résztet, ez az akár 10 percben is össze lehet foglalni. Nekem az volt a feladatom, hogy másfél órán keresztül hallgassam, és akár 3-4 percben elmondjam, hogy milyennek a lényege, hozzátéve, hogy hát milyen javaslat van a továbbiakat illetően. Mit látott az ő munkájából? Ugye szépen lassan, ahogy közeledtünk a következő választásokhoz, Antal József egyre betegebb lett, egyre kevésbé kímélték a politikai ellenfelek, egyre többször kellett neki elmagyarázni, hogy milyen helyzetben van ez az ország, és milyen nehéz feladatot vettek ők a nyakukba, hogy kirángassák az országot abból a mély gödörből, amibe belekerült. Amikor elkezdtem Antal mellett dolgozni, akkor nagyon jó periódusban volt. Túl volt az első nagy kemoterápiás kezelésen, úgy tűnt, hogy teljes egészében tünetmentes, tele volt élete, erővel, dinamizmussal, ha szabad ilyet mondani, még a parókáját is levethette, hiszen ismét saját haja nőtt a kezelések megszűntével. És valóban nagyon sok mindent tervezett, nagyon sok mindent sikerült végrehajtani, akkor tényleg 16 óra volt a munkaidő, és én úgy vélem, hogy azok a hozzá szorosan tartozó és vele szívesen dolgozó munkatársak ezt nem vették zokon. De szoktam még ilyeneket is említeni, hogy hát még mondjuk este, hogy 11 óra felé az ember hazaérkezett, és már nem volt semmi más kívánsága, csak hogy valahogy befejeződjék a nap, akkor megszólalt a telefon ismét. Remélem, még nem aludtál el, és akkor kérem, hogy holnap fel, mikor bejövök ezeket, és ezeket a dolgokat készítsétek elő. Szívesen, örömmel és lelkesen csináltuk ezeket, mert értelmét éreztük mindennek. A betegség újrajelentkezése az 92-ben kezdődött, és ettől az időszaktól kezdve valóban hullámzó volt a teljesítmény, de külsőleg soha nem lehetett látni, hiszen többször előfordult, hogy éjszaka kezelésen volt a kórházban, reggel bejött a munkahelyébe, mintha otthon, ahol frissen, pihenten érkeznék, és levezetett egy kormányülést, ami hát egy külön érdekesség, hogy azért ez több volt, mint egy hagyományos értekezlet, mert ott nagyon sokszor saját gondolatainak a kifejtésével gyakran még azt is elmondták, hogy a nem feltétlenül közjogilag képzett minisztereknek az iskolai oktatásával is foglalkozott. Hát akkor nevezték előtt osztályfőnök úrnak, ugye is volt ez az osztályfőnöki órának nevezető éjszakormányülésen belül. Ezzel egyenes arányban önön nőtt a teher, mint kabinetfőnökön? Nagyon nagy volt a hirtelen megjelenő munkamennyiség, de én úgy éreztem, hogy sikerül elsajátítani azokat a közbenső ismereteket. Kellett mindenképp egy aklimatizációs időszak. Egyfelől azért, mert ez a munkakör ismeretlen volt korábban. Ön kabinetfőnökként hogy látta? Mindent megtettek Antal Józsefék, amit megtehettek az ország boldogulása érdekében, amekkora mozgásterük volt? Igen, itt a mozgástér a lényeg. És szerintem Antal megítélésénél mindenképpen beszélni kell arról, hogy a külföldi és a belföldi helyzet hogyan alakult. Sorra szerezte azokat a pozitív benyomásokat külföldi látogatásai során, amelyek itthon szinte semmi visszhangot nem kaptak. Itthon pedig a médiaháború posványába és a belpolitikai csatározásokba süllyed bele a dolog. Antal személyesen is sérelmezte azt, hogy külföldi tárgyalásainak eredménye szinte csak fanyalogva jelent meg itthon, mert úgy tűnt, hogy
ez is egyfajta módja a miniszterelnöki kép lejáratásának. Probléma megoldó bizalmi ember, ez volt Marinovics Endre, Antal József kabinetfőnöke. A Veritas Történetkutató Intézet főigazgatóhelyettese azt mondja, feltétlen híve volt a miniszterelnöknek, és ez így is maradt halála napjáig. Marton Adrient hallották, a szerkesztő Mucsányi Marianna, a sorozat szerkesztő ifjabb Tóth György nevében is köszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva ugyanebben az időpontban, amikor az arcvonások ismét a rendszerváltoztatásra emlékezik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére, az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette. A délutáni adás ismétlését hallották.